Látó embereknek fehér színű formák, miniatürizált épületek egy terepasztalon, a látássérülteknek, vakoknak pedig rengeteg plusz információt jelent egy városmakett, amelyet ma adtak át a Vakok Állami Intézetének Tatai telephelyén. Tulajdonképpen nagyon leegyszerűsítve azt mondhatnám, hogy a látóknak a képeslap nekünk a makett, a mi képeslapunk a makett. Egy olyan objektív és olyan információ közlő tárgy, ami hát jó esetben a látóknak esztétikum, nekünk meg rengeteg plusz információ. Minden ilyen alkalomnak szimbolikus jelentősége van. Én úgy gondolom, hogy ez bizonyítja azt, hogy ugyan vannak emberek, akik épek, vannak, akik fogyatékosok, de hogy ilyenkor mindig bizonyítjuk, hogy egy közösség vagyunk, és tudunk egymás irányában gesztus tenni, lépéseket tenni. Én úgy gondolom, hogy az első lépés ilyenkor nyilvánvalóan mindig az ép emberek oldaláról érkezik, hiszen mi Tatán újak vagyunk, ez egy új létesítmény, de ez a makett, ez lehetőséget nyit arra, hogy azok, akik bátortalanok, még a rehabilitációk elején járjanak, először az újjaikkal tapasztalják meg, hogy milyen szép ez a város, és mennyi látni, tapasztalni való van, és utána pedig kimerészkedjenek, és valójában oda menjenek ahhoz az épülethez, és itt a domborzatokon keresztül, a vizen keresztül fel tudnak készülni arra, hogy ott kint milyen impulzusok érik őket. A makettet Mihő József polgármester a város nevében adományozta az intézetnek. Úgy gondoltam, hogy nekünk fogadóvárosnak illik valamivel köszönteni az ideérkező gondozottakat, az itt dolgozókat, azokat a vak társainkat, akik ezzel a szörnyű nehézséggel küzdve kell, hogy éljék az életüket, és úgy gondoltam, hogy hát ilyenkor az ember szokott adni egy képet a városról, valami olyan jellegű ajándékot, aminek utána a kötődés egyből létrejön, hát akkor adjunk egy olyan képet magunkról, egy kicsinyített, egy kézzel fogható képet magunkról, ami egy makett, amiben az ideérkező gyengénlátók, látássérültek rögtön körbejárhatják a várost, hova kerültem, hol vagyok, mi az a hely, ahova megérkeztem. A maketten hosszú hetekig dolgoztak a megbízott építészek, hogy a végeredmény tökéletes legyen. A makett az indulásánál kiderült, hogy ez teljesen más, mint ami az általában hozzászoktunk. Itt pont az volt a szempont, ami a többi munkánknál a tiltás, hogy itt hozzá kell nyúlni a maketthez, és ezt bírni kell hosszú távon. Úgyhogy gyakorlatilag azt kellett először kitalálnunk, hogy mi az az alapanyag, ami ennek megfelelő, és hát nyilván ehhez társítottuk a technológiát, illetve azokat az elvárásokat, hogy hova kellene beférni. Úgyhogy innen indult a munka. A makett valószínűleg nagy segítséget nyújt majd az intézetbe érkezőknek, hogy összképet kapjanak a városról.